A belföldi vendégészakák számának 6%-os növekedési üteme augusztusban idén először haladta meg a külföldiekét, amely 4,5%-os növekedést mutatott, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A javulás Fehérváron is érzékelhető volt. Az év, ahogy egyébként a gazdaság más ágazataiban is elég nehézkesen indult, az első negyed év nem volt túl jó, majd ezt követően élénkülés mutatkozott, és a nyár meg egyenesen egy boomot eredményezett a szép kártyák bevezetése kapcsán, úgyhogy most már azt mondom, hogy így túl vagyunk a turisztikai szezon javán, tulajdonképpen optimistán várjuk az éves számokat. A belföldi turisták számának növekedése az idén még felhasználható üdülési csekkeknek, illetve az újonnan bevezetett szép kártyának is köszönhető. Ebben a szállodában eddig közel 35%-kal nőtt a vendégészakák száma a tavalyihoz képest. Betudható ez azért nagy mértékben annak is, hogy az első év tulajdonképpen a piacon való újra bemutatkozásunk éve volt, és ez volt az első teljesen üzletév, amikor már egy korábbi évek tapasztalatát figyelembe véve a partnereink tudták, hogy mire vagyunk képesek. A tapasztalat azt mutatja, hogy bár vége a nyári boomnak, többek között a Videóton nemzetközi szereplése is növeli a városban megszállók számát. Legutóbb a Sporting játékosai vették igénybe a város legpatinásabb hotelének szolgáltatásait, de a többi szálláshely sem maradt üresen, hiszen szurkolók is jöttek a csapattal. A turisztikai szakemberek és a szállásadók is arra számítanak, hogy a 2013-as emlékévvel még inkább a figyelem középpontjába kerül a város, így folytatódik az erre az esztendőre jellemző növekvő tendencia.